Szervusz Marikám, én vagyok, az hát te hogy vagy? Vagyis ide figyelj, bele se kezdjél, mert ha őszinte akarok lenni, akkor nem érdekel a nyavajgásod. Mondjuk, ha nem akarok őszinte lenni, akkor se érdekel a nyavajgásod, jó kedvem van, ne húzz le, légy szíves, jó? Mert végre megint lehetett menni házi orvoshoz, úgyhogy tegnap mentem is. Mi? Dehogy vagyok beteg? Hát orvosra nem akkor kell menni, amikor már beteg az ember, akkor már minek te? Amikor egészséges vagy töltekezni. Én amúgy azért mentem be, hogy felirassam a recepteket, azt nekem négyelete is azzal, Marikám, hogy ezért nem kellett volna bemennem, mert hogy a doktor úr felküldte volna a felhőbe, mert hogy az én vérnyomásokertőmet te küldje sehova. Főleg föl le a felhőbe, vizes, megázik, ám nem hiányzik a senkinek te. Hát, meg eleve magas a vérnyomásom, Marikám. Hát nem még, hogyha feje küldi még magasabbra, én rájöttem, hogy ezért nem hat a vérnyomás csökkentő, mert hogy a doktor úr felküldi magasra a felhőkbe, azt olyan magasú már nem tudja lehozni a vérnyomás csökkentő a vérnyomásom, azt ezért. Meg száll dolognak ott fent a repülők, lesz föl, azt a pilóta, az utas, vagy ez a légikísérő, Semmelweis, vagy hogy hívják, érted? Belássa az ablakot, hogy hoppá, em meg a Pannika néninek a vérnyomás csökkentője. Hoci ide, kinyúl az ablakon, bekap belőle 2-3 szemet, azt mikor kiváltam, én meg csodálkozok, hogy na, em megint csak 28 szemes. Meg tegnap Marikám eleve nem tudta volna felküldeni a doktor a felhőbe a vérnyomás csökkentőmet, mert hogy nem hogy egy bárány felhő, még egy kecske felhő nem sok, annyi se volt az égen, olyan derült volt az ég. Felküldte volna, hogy csodálkozik a vérnyomás csökkentő, hogy hát itt nincs is felhő. Lezuhant volna pont a mocsok gizikertjébe, azt az vetszette volna be. Hát ezt neki-e? Érted-e? Na. Azt érted, bementem a doktor úrhoz, az meg ott elkezdett ott sopánkodni, hogy hát, azt mondja, ezért nem kellett volna begyűnni a Pannika néném, mert föl, na mondom, hoho, hoci doktor úr, az én vérnyomás csökkentőmet sehova, ide, add el nekem kezembe a vényt, érted így, azt akkor én nem vénasszony leszek, hanem vényasszony, azt ennyi. Utána meg azt küld fel meg oda, akit meg ahova akar, azt ennyi. Na, egyébként én rájöttem Marikám, hogy a Farkas Bertalan űrhajós is a mi házi orvosunk miatt nem ment föl még egyszer az űrbe, vagy hódra, vagy hova. Hát, mert azt teleküldözgette vérnyomás csökkentőkkel a felhelyeket, azt a Bercinek a űrhajója nem kapta meg a felszállási engedélyt, mert nem fért volna el a vérnyomás csökkentő között, azt ezé. Na azt a doktor úr megírta a receptet, kellett nekünk, mert hogy kellett, átadta, én meg így átadtam neki a borítékot, hogy köszönöm doktor úr. No! Azt az meg elkezdett egy bűhárítani, mint papa a nász éjszaka óta az ágyba, hogy jaj, nem, nem, köszönöm, nem kell, nem kell. Mondom, ha nem, hát nem, azt így elraktam az otthonkám zsebi a borítékot. Júj, te láttad volna a szemét, az úgy elkerekedett, hogy a szempillájával egyből lepókhálózta a csillát, az látszott rajta, hogy kétségbe esett, meg háromba is, meg négybe is, hogy jaj, elrakja a borítékot, mi lesz? Na mondom, tudja mit, doktor úr, vegye fel a szemüvegét. Azt mondja, minek? Hát mondom, azért, hogy lássa, kivel van dolga, azt így odaadtam neki a borítékot, és sietve elrohantam. Hát, mi? Hogy mely is ijedte be? Hát csak azért, mert hogy én nem pénzt taktam ám a borítékba, egy papírlapot, amire ráírtam, hogy nem nyert, azt azért. Hát ez, tudod mikor adok én hálapészt ennek a hálátlannak? Hát több mint 40 éve a házi orvosom, Marikám. Azt 2 hetente 2-3-szor bemegyek hozzá mindenféle nyavajákkal, azt még egyszer nem mondta volna, hogy vetkőzzön, Pannika néné. Persze, ez nem hogy hálapész, jó szót nem érdekel. Érdemel. Na, az ki volt a váróban, Marikám? Ki várt? Az, a mocsok gízi, az te. Úgy be volt sárgúva, te, mint a múltkor az a vékony szemű, jóképű fiatal eladó a kínai boltban, amikor szalmonellás lett. Jaj, mondom, hát te meg hogy nézel ki, te gizi? Azt mondja, mi? Hogy nézel ki? Hát mondom úgy, hogy az ablak felé fordulsz nyitott szemmel, azt így. Hát ez olyan hülye, Marikám, hogy ez még azt se tudja, hogy hogy kell kinézni. Na mindegy, azt mondom, hát olyan sárga vagy gizi, hogy így nem ennyi emberek közé, mert azt hiszik rá, hogy te vagy a repcefejöd, azt majd mindenki veled akar fotózkodni. Haza meg pláne nem ennyi, mert a kutyád meglát, te azt ijedtél be, világnak szalad az a szegény ország, mert azt hiszi, hogy ő lesz a vacsora. Azt mondja, rosszul vagyok, Pannikám, mondom, mi? Megint tükörben néztél? Azt mondja, nem, elrontottam a gyomromat. De hát ismersz, Marikám, én jó ember vagyok, úgyhogy megnyugtattam, mert én ahol tudok segítek, csak nem szeretek, na. Mi? Hogy hogy nyugtattam meg a gizit? Hát úgy, hogy mondtam neki, hogy nyugodjál meg, gizi. A gyomrodat nem te rontottál el, hanem már anyádékán rontották annak idején, amikor összegyűjtek, azt összefeküdtek, azt így. De mondom, figyelj már, ha már így összegyűjtünk, akkor hazafelé menet, majd ugorjál már be hozzám, légy szíves, mert szeretnék megkérni valamire. Azt mondja, persze, Pannikám, mit kéne csinálnom? Mondom, csak be kéne feküdnöd a nagyszobába, így a fal eléje. Na, azt erre neki is elkerekedett a szeme, úgyhogy ő meg a várót pókhálózta ki, azt mondja, befeküdni a nasszobába, a fal elé, minek, Pannikám? Hát mondom, csak azért, mert venni akarok egy ilyen sárga kanapét, azt meg akarom nézni, hogy megy a színe a falhoz, tezéje. Na, azt úgy kigyöttem, hogy az ajtóm. Hát, na, de leteszlek, Marikám, mert hogy még meg kell keresnem azt a sárga otthonkámat, aminek ugyanolyan színe van, mint a gizek, hogy kölcsön adjam neki. Mi? Hogy miért adjam neki kölcsön? Hát azért, mert felveszi, kimegy emberek közé, azt a rendőrök egyből bevizik közszemélyre sértésé, mert nem tudják eldönteni, hogy most fej van öltözve, vagy mesztelenül van, azt ezért. Na, még sok a dolog, szervusz, jó legyél, na, na. Papa, te meg most, hogy leírta a füled, gerebjéz össze, kapáljál ki, szedd le az epret, a ruha sem mossa ki magát, jó lenne, ha kitakarítanál, meg azért kivetnéd már egy kicsit te is a részed a házi munkából, úgyhogy mosogassál, érted-e? Mi?
Mi az, hogy én addig nyissalak, én idegeskedek a fejem pofádat, te!